2015. január 1-ével hatályba lépett az étkezéssel kapcsolatos közétkeztetési rendelet, amely magában foglalja a menzai étkezés szabályozását is. Ez fontos ahhoz, hogy egészséges legyen a magyar társadalom. A törvényben elő van írva a korcsoportos étkeztetés, külön a bölcsődei, az óvodai, az alsó és felső tagozatosok, a szociális ellátásban résztvevők, valamint a büntetés végrehajtásban és a katonai ellátásban résztvevők. Ennek oka, hogy minden korcsoportnak megvan a maga élettani sajátossága, ezért nagyon fontos, hogy mind mennyiségben, mind beltartalmilag a legjobbat nyújtsák számukra, és egészséges legyen a magyar társadalom. 2015. szeptemberében Szatmári János mesterszakács vezetésével Karcagon is kezdetét vette a Mintamenza program, ahol általános iskolás diákok bevonásával szakmai tanúrai keretek között próbálgatják a gasztronómia alapjait, minimális fűszerek és korlátozott alapanyag felhasználás mellett. A gyermekek a séf segítségével különleges karácsonyi menüt készítettek. Szeptembertől az új étel, amiket készítünk, lényegében több alkalommal már bebizonyítottam, hogy háromféle alapanyagokból készítünk ételeket. Nem kell hozzá 6-7-8 féle alapanyag, hanem a legegyszerűbbek, és én úgy vettem észre, hogy ízletes és finom, jól sikerült. A mai menü egy karácsonyra emlékeztető, meg a lényegében az alapanyagok, a gesztenye, a baromfi, akkor a sütőtök, akkor lényegében a fahéjas fűszerek, ezek, amik a karácsonyra emlékeztetők, és ezekből készítettünk egy töltött, gesztenyével töltött csirke mellett, vagyis lényegében háromféle alapanyagból készítettünk megint szerintem jó minőségű ételeket. A gyerekek egyedül a tököt nem annyira kedvelték, de ahogy elfigyeltem, több mint 80%-a elfogyasztotta a tányérjáról. Én szerintem nagyon sok olyan dolog van, hogy még mindig az alapanyagokat kellene ismertetni, mert azzal van a probléma. Amúgy nagyon aranyosok voltak, azt hiszem, hogy a videón meg lehet majd nézni, és a felvételen, hogy készítették, megtöltötték a húst, bepanírozták, kisütötték a húst, igaz, egy kis segítséggel, mert hogy azért elég nagy húsok voltak, és akkor ezek a nagyobb húsok könnyen kicsapódik, és előre felhívtam a figyelmüket egy kis munkavédelemre, balesetvédelemre, higiéniára, de attól függően egy kis segítséget adtunk melléjük. Úgyhogy nagyon aranyosak voltak, szépen elkészítették a sütőtökpürét is. Lényegében a sütőtökpüré az egy nagyon egyszerű étel, akár édesburgonyából is meg lehetne ugyanezt csinálni, olyan, mint egy tört krumpli, csak ebben nincsen tejföl, hanem egy nagyon picike kis tejszín van benne, de nem lehet bele sokat tenni, mert egy literhez, hogyha egy centet hozzáteszünk, már az nagyon könnyen kicsapódik, mert a maga a tök nem szívja önmagába a zsíros tejszín. Fűszereket tettünk hozzá, és lényegében a felnőttekkel is végigkóstoltattuk, úgyhogy elfogyott mindent. A sütőtökből, akkor készítettünk, amit a lányok készítettek, panírozott roládot, és én meg külön a felnőtteknek készítettem panír nélkülit, amit a kemencébe fóliába sütöttünk meg. Vagyis az azt jelenti, hogy ezt a magával a közétkeztetésbe is fel lehetne használni, mivel hogy nagy tételbe is elkészíthető, mert nincs vele nagyobb munka, fel van tekerve fóliába be a kemencébe, és akkor szép lassan megsül. Úgyhogy én szerintem nagyon jól sikerültek ezek a karácsonyi ételek. A gyerekek szép terítést csináltak, szép ruhájuk, egyenruhájuk volt, most egy új egyenruhájuk volt. Kívánom azt, hogy aki ezt a műsort meg fogja nézni, hogy próbálja ki.
az alapanyagok előkészítésétől a készételek felszolgálásáig minden folyamatot kipróbálhattak a kis szakácspalánták. A program 2016-ban is folytatódik. A szervezők folyamatosan törekednek arra, hogy minél szélesebb körben tudják terjeszteni a gyermekek és a felnőttek körében az egészséges ételek, a különböző ízvilágok és a gasztronómia szeretetét. Van egy tananyag, amit a téma, amit leírtunk, vagyis szezonális alapanyagokból. Lényegében megpróbáljuk azokat a hétköznapi ételeket, amiket a gyerekikkel a vitaminok véget, meg egyéb olyan ételeket készítenem, amit meg kell, hogy fogyassza, hogy nem csak mindig a rántott húst kell fogyasztani, hanem ezeket a főzelékeket, ezeket a leveseket például, amiket múltkor csináltunk, ezeket a krémleveseket. Csináltunk vagy 8 féle krémlevest, és a gyerekek nagyon aranyosak voltak, szépen értékelték ezeket az ételeket. És lényegében úgy csináltuk, hogy a nyers alapanyagokat előfőztük, és akkor a tálba benne hagytuk az előfőzött ételeket, alapanyagokat, és akkor azokat turmixoltuk, és akkor nem hígítottuk fel levesnek, hanem magát az alapanyagokat visszanyítottam, hogy kóstolják meg, hogy ez milyen állapotban van, mikor nyers, mert egy kukoricát nyersen el lehet fogyasztani, akkor egy zöld borsót is el lehet fogyasztani, és mikor pürét csináltunk belőle, és hogyha felhígítjuk, akkor meg természetesen levesek lesznek, és nagyon tetszettek a gyerekeknek, és meglepődtek, hogy tényleg hát ezekben sok antioxidáns, mindenféle vitaminok benne vannak. A program fő célja az egészséges életre való nevelés, az egészséges ételek fogyasztására fekteti a fő hangsúlyt, hiszen a nevelést az alapoktól, gyermekeinktől kell elkezdeni.